Furcsa az az indíték, ami miatt ez összejött. Ugye én úgy tartom, hogy néhány évig Zentán is volt aztán, és ugye 52-től itt Kanizsán, és ez valahol helyhez kötötté vált. Tehát a maga fontosságát bizonyítja szerintem ez a 70 év, és egy olyan igényt, ami valamiféle szellemi összetartozást próbált megszülni. Nyilván ennek teljesen más volt a konnotációja az 50-es évek elején, és más most. A lényege lehet, hogy nem változott, viszont a körülmények igen. És hát pont azért, mert ez az idei, a 70-edik, szeretnénk megpróbálni egy olyan emlékezetet fölállítani idén, ami úgy emlékszik vissza, hogy felidézve a régi arcokat, a régi elgondolásokat, azokat a régi eszmei útvonalakat, amelyek mentén az akkori írók gondolkodtak, léteztek, írtak, szerettek és meghaltak. Természetesen hál' Istennek csak néhányuk, és hát azokból a doénekből is vagy ről is vehetünk példát, akik részt vesznek majd az idei táboron, hogy mi is az az idő diapazon, vagy az időhuzam, ami számunkra egy kis történelem, és ezt próbáljuk most majd három napba belesűríteni. Van valami annyira közös bennünk időben is, ami egy asztalhoz ültethet minket. Most lehet egy fiktív asztalhoz ültetés, lehet egy konkrét asztalhoz ültetés. Valahol szerintem mindig a lényeg az egy asztalnál ülésnél van, vagy ott maradt meg, és ez hozza azt, hogy utána társaloghatunk. Eszmét cserélhetünk, vitatkozhatunk. Összeveszni nem túl jó, de néha az is megtörténik. És nyilván, hogy aztán a kibékülés is, hisz hát különféle életfilozófiák, eszmei irányvonalak, múltak, a múltból származó tapasztalatok találkozhatnak, és ezt viszont mind az idő hozta. Az, hogy ezt mi térbe megpróbáljuk összehozni, ez csak a téridőnek az a jelenlétre, amit ugye már régóta ismerünk, hogy van. Meg egy picit ilyen féregjuk is, tehát hogy időből időbe való átlépés vajon hogyan lehetséges ma, amikor pont olyan időket élünk, amikor minden lehetséges. És ebben a minden lehetségesben benne van az a bizonytalanság is, hogy nem tudom, tudunk-e válaszokat adni, vagy csupán kérdéseket feltenni generációknak. Hova tartozóknak. És mindenki, aki részt vesz abba a folyamatba, abba az alkotó folyamatba, amit úgy neveznek, hogy írás, és az íráson keresztüli gondolkodás, szólaljon meg ebben. Hát én ezt megpróbáltam bővebben kifejteni a majdani megnyitó beszédbe is, utalva itt az őseinkre, akik ugye a titkokat fáklyával keresték éjszakánként, és fogalmuk sem volt, hogy a természeti jelenségek hogy zajlanak, és azok mik. Néha ugyan fölgyújtották maguk körül a cserjést és a bozótos, de akkor is megpróbáltak keresni valami megoldást. A mai éghető világ teljesen másra vonatkozik, és mi fényes nappal is keressük azt a módot, hogy hozhatnánk fénybe ezt az éghető világot, amiben most élünk, hát ezt nem kell magyarázni, hogy egy író erről hogy tud vélekedni, mit tart fontosnak arról leírni, és egyáltalán a viszonyulásunk ez az úgynevezett bizonytalansághoz ma mi. Teljesen megváltoztak a dolgok már 20 év óta is, és megszűntek azok a kizárólagos útvonalak, amelyek mentén nyugodtan tudtunk haladni. Ezek különféle rendszerek voltak, a kommunista rendszertől kezdve, vagy addig is, aztán az azt követő nem tudom hányféle rendszer kialakulása, és most egy olyan pókhálón állunk, ami gyakorlatilag lehetővé tesz mindent. Tehát azok az irányok, amerre felé ezek a szálak futnak,
mennyire bejárhatók vagyunk, ki merre indul el, lesz-e még találkozási pontunk. Erről szól ez az éghető világ ma, és hát pro primo is van egy jelentéstana, és ez a háború, amit mi már ugye a 90-es évek elején, és hát az egész 90-es évek folyamán átéltünk, és most ismét itt van, 30 év után törvényszerűen jelentkezik, nem pont itt, de hát a szomszédságban. Hogy éljük mi ezt meg? Vajon ez természetes állapot, vagy pedig csak egy kötelező rossz, ami 30 évenként úgy fölüti a fejét itt-ott? Ezekre szeretnék a kérdéseket keresni, és az éghető világ fogalma is valahol itt húzódik meg. Bordás Győző, a leköszönő szervezőbizottsági elnök, hogyan emlékszik vissza az első éveire, amikor részt vett az írótáborban? Igen, hát mondom, 1952-ben vettem először részt az írótáborban, de nem íróként, hanem újságíróként. És mondom, hogy meglepetten néztem, meg egy kicsit irigykedve is néztem az idős írókat, Fehér Ferit, Majtényit, Gál Lászlót, akivel együtt dolgoztam egyébként a Magyar Szóban, hogy ők társalognak, nekem viszont keményen dolgoznom kellett, mert ugye a napi jelentéseket le kellett adni. És annak idején hát nem voltak ilyen okos telefonok, hanem szaladtunk vagy a kanizsai postára, vagy ide a polgármesteri hivatalba, hol volt telefon, hogy 5 órakor leadjuk a jelentést, hogy mi volt aznap, hogy másnap az megjelenne a Magyar Szóval. Na aztán hát 76-tól már akkor hitszerkesztőként, íróként kezdtem részt venni a táborban, és örömre szolgál, erről most be is akarok majd számolni, hogy nagyon sok érdekes kiadvány jelent meg a Kanizsa írótáborról. Ez olyan, mint ugye a Csöndvárosa, a Kertek Parkok, Dormán Lászlónak a képes monográfiája, de itt született ötlet sok minden egyébről is. Például annak idején Pap József, Domonkos István és Tollai Ottó tett egy javaslatot, hogy minden 4 évben csináljunk egy Versek éve nevű híd mellékletet, amelyekből aztán kiadványok is lettek, vagy Koncz István javasolta, hogy a Tiszáról készítsünk ugye egy tematikus gyűlést, amelyből ugyancsak egy nagyon szép hídszám készült. Pató Imre elkészítette a bibliográfiáját ugye a Kanizsa írótábornak. Tehát azért mondom, hogy sok olyan dolog volt, amire ma büszkék lehetünk. És erről szeretnék majd beszámolni most, hogyha már a 70 évre emlékezünk, amelyben mondom 50 évben, hát én is itt voltam. Még egy dolgot elárulna, Fehér Ferenc, Majtényi Mihály említette Koncot. Ők is itt voltak az írótáborban, ma már nem lettek között. De önnek mi a legkedvesebb emléke velük kapcsolatban, mikor itt voltak az írótáborban együtt? Hát az, hogy mindig valamin gondolkoztak, és ez, amit az imént említettem, mikor Pap Józsefnek az agyából kipattant az, hogy legyen egy versekéve, vagy Bor Imre javasolta a szociográfiai műhelynek a megszervezését, Pap György a fordítói műhely megszervezését. Szóval ezek olyan dolgok voltak, amelyek fundamentális értékei ma már a Kanizsa írótábornak. Hát ezekre emlékszem, hogy legszívesebben, mert úgy mindenben némi részem is volt. Először is nagyon örülök, hogy a 70. Kanizsa írótábor vendége lehetek. Ez az anyag tulajdonképpen, ami fönt van a felső részben, ez a legújabb anyagom, ami az NKA támogatásával jött létre az utóbbi 2-3 évben. A lenti anyag pedig az elmúlt 10 évet körülbelül azt öleli föl, és a kerámiák ugyanúgy. Hát összhangban vannak mindenképpen, mert hogy ez egy ciklus, ami a pályázat anyagát képezte, és technikailag is, meg tartalmilag is testvérek, hogy így mondjam. Ennek, ami most épp itt látszik, ez a sorozat fönt 2 év anyagából tevődik össze. Egyik 40x40-es méret, az a Zetevárajai mesék, mert valójában a Kárpát-Haza Galéria egyik Zetevárajai megrendezett művésztelepén kezdődött el ez az egész folyamat, hogy ezt csináltam, és itthon folytatódott. A másik ugyancsak hasonló technikával készült, de az már itthon egy másik sorozat, egy következő évben, aminek a címe az átértelmezés. A Magyar Kanizsa írótábor Fehér Ferenc, Fehér Kálmán és Csér Simon István emlékezete címmel szervez kerekasztalbeszélgetést, és ennek a különlegessége, hogy a három
költő, író, publicista, műfordító, nagyon szertágazó munkásságát megpróbáljuk beemelni a köztudatba, a közbeszédbe, hiszen rendkívül jelentős költőkről van szó. Nagyon már tulajdonképpen klasszicizálódott életművekről beszélünk, és a célunk az, hogy valamilyen szinten a táj, illetve a tájban megjelenő identitás, a tájfilozófia, a szülői táj, ennek a hagyománynak a felszálazása és értelmezése lenne a célunk a vajdasági irodalom sajátos perspektívájából. Petőfi Sándor születésének 200 éves évfordulóját ünnepeljük, és tudjuk azt, hogy Petőfi a tájlírában rendkívül jelentőset alkotott. Ugyanilyen nagyon érdekes és kiemelkedő hegycsúcsa a magyar tájlírának Ady Endre. És mi megpróbáljuk ezeket a sajátos vajdasági líra történetben elhelyezni, és megpróbáljuk valamilyen szinten a saját identitásunkra rákérdezni, illetve ezeknek a nagyon érzékeny költőknek az életművét is, életművére is megpróbáljuk ráirányítani a figyelmet, hiszen ezeket klasszikus művészeknek tekinthetjük. A mai költők teljesen más létkérdésekre próbálnak felelni. Az igazi művészek ilyen értelemben szerintem egy állandó küzdelem eredményeként hozzák létre, izzadják ki, gyöngyözik ki magukból az alkotásaikat. És azt kell, hogy mondjam, hogy most is és a jövőben is biztos, hogy születnek olyan jelentős alkotások, amelyet egy értelmező közösség úgy ítél meg, hogy a hagyományban megőrzendő és mintakövetése méltó. Ezek az alkotók, Fehér Ferenc nagyon jelentős klasszikus életművet hozott létre, a forma gazdagsága, a forma erőssége, a műfordításban elért sikerei azt is mutatják, hogy egy parasztfiúból hogyan válik a klasszikus vajdasági irodalom kiemelkedő alakja. Fehér Kálmán életművére egyre inkább szerintem a kutatásnak nagy hangsúlyt kell fektetnie, és Csés Simon István, aki egy lokális, az identitás kérdésekkel viaskodó, nagyon érzékeny lelkű költő, az Évszakbánság, Észak-Torontál, a Bácska, a Falu, szociográfikus ihletettségű költője, szintén nagyobb figyelmet érdemel. Reménykedünk abban, hogy ezek a beszélgetések ráirányítják a figyelmet ezekre az életművekre, mivel, és ezt úgy próbáljuk meg, hogy a tájköltészet, a tájléra, a szülőnek az értelmét megpróbáljuk újra beszélni, újra értelmezni, és reménykedünk benne, hogy a közös gondolkodás révén kérdések fogalmazódnak meg a befogadó közönségben, és a kezükbe veszik a könyvespolcról ezeknek az alkotóknak a könyveit.